A győri önkormányzat is megemlékezik az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről. Az ünnepséget idén is a Honvédligetben tartják, éppen ezért a Győr-Szolz ZRT munkatársai kézi és gépi erő segítségével kezdték el szépíteni a környezetet. A cég munkatársai összegyűjtötték a lehullott faleveleket, megmetszették a szükséges bokrokat, illetve gépek segítségével felsöpörték a teret. Elvégzik a burkolatoknak a kisebb javítási munkáit, illetve megtörténik a különböző utcabútorok, például a hulladékgyűjtő edények, a padoknak a lefestése, és ami még nagyon fontos, hogy a március 15-i ünnepségre megújul, megszépül a Révai úti emlékhely is. Mindezeken túl a Győr-Szolz ZRT a díszítésben is kiveszi a részét. Az ünnepi díszközgyűlés helyszínén, a Richter teremben szintén virágdekorációval járulunk hozzá a ünnepfényéhez. A március 15-i megemlékezés 10 órakor koszorúzással kezdődik a Honvédligetben, majd a Keleti István Művészeti Iskola győri tagozatának volt diákjai adják elő műsorukat, ezt követően pedig 11 órától a Városháza előtt a díszszövetség felvonulása kezdődik.